Szerdán tett javaslatot az Európai Bizottság elnöke az Oroszországgal szembeni 6. szankciós csomagra. 6 hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolaj behozatalt, év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. And let's be clear, it will not be easy. Hadd fogalmazzak érthetően, ez nem lesz egyszerű. Egyes tagállamaink erőteljesen függenek az orosz olajtól. Akkor még Szlovákia, Csehország, Magyarország sem fogadta el az embargót, majd a vasárnapi ülésen sem született megállapodás. Híradónk úgy tudja, Magyarországnak nem felelt meg az, hogy 2024 végéig kapjon felmentést az olajembargó alól. Időkorlát nélkül szeretné fenntartani az olajbehozatalt. Szijjártó Péter szerint a javaslat elfogadása esetén a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna, valamint 700 forintos benzin és 800 forintos gázolajárhoz vezetne. Ez a javaslat tehát Magyarország számára problémát jelent, és ez a javaslat nem tartalmaz megoldásra vonatkozó előterjesztést. És elnök úr, amíg nincsen megoldás erre a magyar problémára, addig Magyarország ezt a brüsszeli szankciós csomagot nem szavazza meg. Az éteren keresztül pedig tehát itt van már velem Újhelyi István, az MSZP Európai Parlamenti képviselője. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm sok szeretettel! Kezdjük sokkalom, jó reggelt kívánok az ATV nézőinek is! Jól halljuk egymást, megvan akkor a kapcsolatunk. Na beszéljünk egy pillanatra arra kérem, erről a tegnapi találkozóról. Ursula von der Leyen, mintha egy kicsit ilyen se veled, se nélküled kapcsolatot szeretne, vagy próbálna ápolni Orbán Viktor miniszterelnök úrra. Tudtak önök egyébként erről a találkozóról, vagy mindenkit meglepetésszerűen ért? Az egész brüsszeli buborékot, ahogy szokták mondani, ott az intézményrendszert meglepetésként érte, hiszen tegnap az Európa napon Macron elnökkel és az Európai Parlament elnökével, Ursula von der Leyen Európa jövőjéről beszélt, és nyilvánvaló úgy érezte, hogy helye van annak, hogy repülőre ülve ő jöjjön Orbán Viktorhoz egyeztetni. Jött, látott, de senki nem győzött, mert láthatóan eredménytelen volt a tárgyalás. Egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen örülök annak, hogy a magyar kormány elfogadta ugyanazt az álláspontot képviselni, amit én hetek óta, itt az ATV-ben is ennek hangot adtam. Ez a mostani szankciós csomag, ez nem felel meg a magyar érdekeknek. Ugyanakkor sír a másik szemem, mert jól látszik, hogy Orbán Viktor ismét rápróbál pakolni egy csomó más alkut, például a befagyott, a korrupció, a jogállamiság miatt befagyott EU-s pénzek feloldását is megpróbálja összekötni az olajembargó kérdésével, és ez teljesen helytelen dolog. A kettő az nem említhető egy lapon. Szijjártó Péter és az elnök asszony is úgy nyilatkoztak egyébként, hogy azért történtek előrelépések az ügyekben, hát ők ügynek nevezik, gondolom, itt az olajembargó kérdésén. Lehet arról bármit tudni vagy sejteni, hogy mit nevezhetünk előrelépésnek? Mindenképpen, hiszen a tárgyalások kapcsán a kollégáim minden egyes belső hírforrást figyelnek, nagyjából képben vagyunk. Az a lényeg, hogy Magyarország is azt belátta, az Orbán kormány belátta, hogy egy szavazásnál ebben a kérdésben vétózni az egy végső elszigetelődést jelenthet. Ugyanakkor, és még egyszer hangsúlyozom, helyes módon az eredeti szankciós javaslatot nem fogadta el Magyarország kormánya, mert ez valóban a magyar érdekeknek nem lenne megfelelő. De, hogyha meg tudunk egyezni egy időütemezésben, hogy meddig kapjunk felmentést, és abban nincs igaz Orbán Viktornak, hogy ezt a végtelenségig lehessen megtenni, mert akkor nincsen rákényszerítve a magyar kormány, hogy az orosz energiahordozóktól való függőségünket csökkentse, márpedig nekünk az a nemzeti érdekünk. A háborútól függetlenül is az lett volna, már az elmúlt 12 évben is az érdekünk, csak ebben semmit nem lépett az Orbán kormány, hogy a függőségi viszonyunkat ne elmélyítsük, ahogy ezt ők tették, hanem keressük az alternatív energia utakat és az alternatív energia forrásokat. Tehát ez az egyik kérdés. Igen? A másik pedig az, hogy milyen kompenzációt kaphatunk, például a Nemzeti Olajtársaságunk, a MOL átállása kapcsán. Itt a kormánynak én nem láttam még
értelmes és valóban szakszerű javaslat sorát. Ha jól tudom, akkor sajnos az Európai Bizottság sem látott ilyet, tehát konkrétumokkal kéne előálljon a kormány, és akkor lesz megegyezés. Éppen erre a kompenzációra szerettem volna rákérdezni, hiszen ön ezt meg is nevezte, hogy akkor támogatna egy ilyen embargót, hogyha megfelelő kompenzációt, illetve támogatást kapnánk hozzá, de mit tarthatnánk annak? Tehát mi az a már-már elégedettségre okot adó kompenzáció, amivel azért úgy mondhatjuk, hogy mindenki jól járhat? Két elemet, hogy említsek meg, az egyik a, sőt inkább hármat, az egyik a MOL olajfinomítóinak technikai átállásához szükséges beruházásoknak az Európai Uniós finanszírozása. Ez még csak át se kell, hogy menjen a kormányon, hanem ezt közvetlenül a MOL is megkaphatja, tehát meg tudjuk vele kerülni azokat a befagyott forrás problémákat, amelyeken az orosz helyzet, illetve az orosz agresszió semmilyen módon nem változtat, nem segít. Ez az egyik. A másik, hogy Magyarország kormányának ki kell számolni, hogy adott esetben az átmeneti időszakban ez nekünk nemzetgazdaságilag mit jelent, és erre be kell nyújtani az Európai Uniós kompenzációs forrásigényt. Erre mód van. Ugyanezt megtehettük, és meg is tettük egyébként több esetben akkor, amikor a pandémia idején, a Covid idején benyújtottunk, és nagyon komoly forrásokat az Európai Uniótól kértünk, például az egészségügyi dolgozók egyszeri jutalmától kezdve az adócsökkentésekig nagyon sok mindent az EU finanszírozott, csak azt a kormány letagadta. A harmadik kérdés, amit követelek, hogy tegyen rendbe végre ezeket a jogállami problémákat az Orbán kormány, hiszen most itt van egy új ciklus, ezt megtehetné, hogyha mondjuk az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, hogyha rendbe rakjuk mindazt, amit az Európai Unió kifogásol a magyar, az Orbán rendszer működésében, akkor jönnek az EU-s források, és itt jön az én mániám. Önnel is beszéltünk erről a múltkor talán, hogy szeretném azt, hogyha az Európai Uniós forrásokból 1000 milliárdokat, tehát nem pici pénzt, 1000 milliárdokat arra költenénk, hogy az összes magánlakást, magánházat, az úgynevezett kádár kockáktól a lakótelepekig mindent egy energiakorszerűsítési programban az EU finanszírozásával rendbe tennénk. Na ez lenne az örökösi csökkentés, ez az, ami a legnagyobb segítséget jelentene, hogy a függőségünk, illetve a kitettségünk csökkenjen. Ön szerint ezeknek az embargóknak a hosszú távú bevezetése, illetve hogy annaknak a hosszú távú hatása. Enged egy kicsit kitekinteni arra is, hogy az Európai Unió úgy gondolja, hogy a háború az rövid időn belül nem fog lezáródni, és akkor annak lehet eredményessége szankció tekintetében Oroszország felé. Illetve a másik kérdés adódik ebből, hogy mi lesz, hogyha mondjuk véget ér a háború, akkor feloldja az Unió ezeket az embargókat, vagy gyakorlatilag ez egy végleges álláspont lenne, hogy az orosz függéstől teljesen elhatárolódjanak, és abszolút független megoldásokat keressenek. Nem vagyok biztonságpolitikai elemző, a következő vendégek nyilván erre szakszerűbb választ adhatnak. De Magyarország és az Európai Unió és Moszkva kapcsolata biztos, hogy nem ott fog folytatódni, ahol a háború előtt ez megakadt. Tudomásul kell vegyük, hogy akár van Putyin, akár nem, ilyen módon kiszolgáltatva lenni egy keleti típusú birodalomnak, amely bármikor képes játszani a tűzzel és játszani az energiával. Az energiából hatalomtechnikai eszközt teremt, ami semmi meglepő, hiszen ez eddig az elmúlt évtizedekben is így volt. Ez Európa számára egy biztonsági kockázat. Ezért nekünk az a feladatunk az Európai Uniónak, és benne Magyarországnak, mert szerencsére az EU tagjai vagyunk, és ezért kaphatunk ebben az Európai Unióban egy európai közös energiapolitikával szerepet, hogy függetlenedni tudjunk. Ráadásul nézzünk szembe a tényekkel, hiába beszél évtizedek óta Európa is és Magyarország is a fenntarthatóságról, a globális környezeti kihívásokról, hogyha nem állunk végre neki súlyos pénzeket erre költve az energiakorszerűsítésnek, az alternatív megújuló erőforrások használatának, és az energiát zabáló mai háztartásaink korszerűsítésének, akkor újból és újból saját problémát gyártunk le. Én ezért haragszom, és hétvégén talán látta, hogy volt egy komoly szkanderem Deutsch kollégával,
Ezért haragszom, amikor a kormány egy újabb kétharmatos felhatalmazás után a helyett, hogy végre elkezdene egyenesen, tisztán és őszintén beszélni, megint hazudozásban mennek át. Például az, hogy egyébként, amit Szijjártó miniszter úr mondott, hogy az egész szankciós csomagnak lenne köszönhető, hogyha Magyarországon elszáll a benzinár. Ez konkrét hazugság. Hát amikor bevezették Magyarországon a benzinás stoppot, akkor még sehol nem volt a háború. Újhelyi úr, elnézést kell kérnem, most az újhelyi Dodge csatába nem tudunk sajnos belemenni, de bízom benne, hogy akkor ezekről is fogunk tudni egy másik alkalommal beszélgetni. Elfogytak sajnos köszönöm a perceink, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt én velünk ma reggel. Mondani, hogy egyenes beszéd és tiszta, egyértelmű érvelés kell, hogy a magyarok értsék, hogy mi a nemzeti érdek. Én ezt képviselem. Köszönjük szépen. Szép napot. Szép napot.